Nem kapnak új autókat az államapparátus dolgozói, ezt egy hete jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János azonban azt nem említette, hogy két hónapja több mint 430 millióért már bevásároltak. Az LMP szerint a kormány elherdálja a közpénzeket. Kormányzati autók sorakoznak a minisztériumok előtt és szállítják az állami vezetőket. A kormány múlt héten tárgyalt arról, hogy szükség van-e újabb gépkocsikra. Áttekintette az államapparátus gépjármű helyzetét, és szükségtelennek ítélte a miniszterelnök úr és a kormány a 6 milliárdos gépjármű beszerzést, ezért nem lesz 6 milliárd forintért gépjármű beszerzés, mint ahogy semmilyen gépjármű beszerzés nem lesz a következő időszakban. Lázár János a múlt heti kormányinfón erről többet nem mondott, pedig érdemes lett volna. A Blick értesülései szerint a kormányzat összesen 42 kocsit szerzett be még májusban. A helyettes államtitkárok 34 Skodát kaptak, de vásároltak további 8 Volkswagen Multivent is, összesen 431 millió forintért. Az LMP szerint ez visszaélés a közpénzekkel, a kormánynak pedig ideje lenne vállalnia a felelősséget a tetteiért. Túl sok az államtitkár és túl sok az autó, de természetesen ez arról is szól, hogy körülbelül ennyire lehet hinni a kormánynak. Egyik nap mondanak valamit, és másnap habozás nélkül megcsinálják az ellenkezőjét. És ami külön felháborító, hogy miközben én is itt most arról beszélek, hogy gyakorlatilag ebben az országban emberek hagyják el hazánkat azért, mert nem tudnak megélni, a kormány tovább urizál. A közbeszerzési és ellátási főigazgatóság alapnak azzal indokolta a cserét, hogy csak a legöregebb 300 ezer kilométernél is többet futott. 10 éves autók helyett kapnak újabbakat a köz szolgálatában dolgozók.